Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, a kedves tanárnőnket, illetve benneteket. Örülök, hogy találkozunk. A téma, amiről szó lesz, egy olyan kérdés, ami engem személyesen nagyon érdekel. Másrészt a világ összes nagy civilizációjában valamilyen jellegzetes, karakteres választ adtak rá, és amire napjainkban is többféle válasz lehetőség létezik. Ez a kérdés pedig az élővilág eredete. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy a különböző tudományok milyen módon működnek, milyen módon tanulmányozzák a tárgyukat, akkor azt látjuk, hogy különbség van a múltat és a jelent vizsgáló tudományok között. Az élővilággal kapcsolatban is nagy különbséget jelent, hogy az élővilágnak a jelenét vizsgáljuk, vagy pedig az eredetét és a múltját. Ugyebár az élővilág jelenéről elég sokat tudunk. Ebben nagyon tájékozottak vagyunk, és általánosságban a tudomány is, mert hogy ismerjük az élőlényeknek a szervezeti felépítését, ösztönvilágát, élőhelyeit, egymással való kapcsolatait, és így tovább. Egy kicsit más kérdés, amikor a múltról esik szó. Miért? Azért, mert a múltat nem látjuk közvetlenül. Ugye nem tudjuk olyan módon vizsgálni, mint ahogy az élővilágnak a jelenét látjuk. Mik az eltérő módszerek? Szóval amikor a jelent vizsgáljuk, akkor mondhatjuk, hogy a kísérleti vagy a megfigyelési tudományok módszerével dolgozunk. Milyen módon vizsgálja a természettudomány az élő természetet? Hogyha a jelent akarjuk vizsgálni, akkor... Boncolás, így van. Tehát egyféle megfigyelés, igen. Állatok életének megfigyelése, vagy élőlények életének megfigyelése. Nagyon jó. Az állatok élőlények viselkedésének, vagy az anatómiájának a megfigyelése, ez hol történhet? Egyrészt a szabadban. Igen, szóval vannak kutatók, tudósok, akik terepmunkát végeznek, elutaznak valahova, filmeznek, fotóznak, rajzolnak, és úgy szereznek információt. Hol történhet még? Egy boncolás hol történhet? Laborban. Igen, valahol egy kutató helyen, egy laboratóriumban, ahol valami olyan specifikus kérdésre, amire az adott kutató kíváncsi, arra keres választ. Vagy egy kísérlet végzésével, vagy az anatómiának az alaposabb megfigyelésével, és így tovább. Szóval így tudjuk vizsgálni a jelen élővilágát. Amikor a múltról van szó, akkor bármelyik tudományággal foglalkozunk, akkor a kísérleti módszerek, a vizsgálati módszerek megváltoznak egy kicsit. Éppen azért, mert a múltat nem lehet bevinni a laboratóriumba. És nem lehet kimenni, hogy most elutazunk valahova, és ott megnézzük a múltat. Ugye ez csak a tudományos fantasztikus filmekben van ilyen, hogy valaki az időben utazik. Szóval itt más lesz. A történeti jellegű tudományoknak a módszere más, mint a kísérleti vagy a megfigyelésen alapuló tudományoké. Mondjuk történeti jellegű tudományokat. Van-e valakinek ötlete? Mi az, milyen tudomány? Az, ami a múlttal foglalkozik. Antropológia. Antropológia is, igen, annak is van egy ága, történeti antropológia, így van. Vagy a fizikai antropológia is, igen, aztán? Paleontológia. Paleontológia, nagyon jó. Mindenki tudja, mit jelent a paleontológia? Őslénytan, ugye? Ős állatokkal, ős növényekkel foglalkozó tudományában, múlt élővilágában. Hogyha ugye az emberi világot nézzük, akkor maga a történelem is egy ilyen. Nektek rögtön természettudományos vonalon vágott az eszetek most. De ugye amikor az emberi múltat vizsgáljuk, akkor is ugyanez a probléma vetődik fel, hogy mondjuk a szociológusok vizsgálják a jelen társadalmát, történészeknek kicsit nehezebb a helyzet. Mert elmúlt az a kor, elmúlt az a valóság, amit vizsgálnak. Van néhány forrás, van néhány adat, valakik írtak valamit, vannak valami dokumentumok, és abból próbálják megérteni, hogy mi történt a múltban.